Mi van? Elmagyarázom. Az erdőben voltam madárlesen. Nem tudtam, hogy közben engem is figyelnek. Nyugi, haver. A szíved vajból van, puha akár a talpad. Úgy hívlak majd puha talp! Egy evolúciós felfedezésből örökre szóló barátság lett. Hé, kinyújtja a pulcsimat! Hé, nem! Veszed le! Ez az enyém! Nézd, mit tettél! Olyan érzékeny. Most már egy család vagyunk. Ó, ne már! El kell rejtenünk. Dagobert bácsi levadásza. Ezért kell átadnunk őt. Már csak az hiányzik, hogy Dagobert itt szaglásszon, és kiderüljenek az ördögi és kifinomult terveim. Úgy érted a tervek, amikbe beavattál? Valóban kár lenne, ha Donát bácsi megismerné az alapítványt, aminek 3 éve adakozik. Hé! A tikidza rászoruló gyerekek számára veszi el a pénzt. Hozzám hasonlóknak, az olyanoknak, mint én. Vagyis nekem. Ígérem, megvarrom a pulcsidat. Legyen, megteszem a gyerekekért. A csend jó helyen kezdetét veheti a vadászat. Eduhá kísértő beosztása valahol itt jelzi a másik páncélterem ajtaját. Ne izgulj, csak pár válogat a zombitestrészt. Úgy látom, Dagobert tudja kezelni a szörnyetegeket. Nem létezik mitikus lény, amit le ne győzne, igaz, zombikéz? Már is jobb így. Itt azt írja, hogy a teremhez Dagobert szemén keresztül kell néznünk, hogy a fejébe lássunk. Úgy tűnik, hogy a feje éppen világot lát. A szemén keresztül... Ott van egy festmény! Ez lehet az, de hogy hatolunk be a fejébe? Vajon mire bámul? Hé, hozd csak ide! Azt a titkok kamrájához képest elég könnyű volt, se perc alatt megtaláljuk a szerencsepénzt! Mit is mondtál?